Na hát, sziasztok srácok, én Dorf2006 vagyok, és itt is lennék a legújabb videóban. Igen, most egy locker bemutatót fogtok látni. Hát ahol megmutatom a lockeremet, ezzel nem nagyon mit kell magyarázni szerintem. Hát, ja, most lehet, hogy meg fogtok lepődni, mert annyira régóta éppen nem játszok, de körülbelül egy olyan másfél éve játszok ezzel a játékkal. Na, tehát akkor nézzük is meg a skinjeimet. Jó, van a Deadpool, amit egy időben még sokat használtam, de aztán már jó ideje nem is annyira. Ugye vannak rá ilyen stylok, meg minden. Van Mandalorian, van ez az Ali, ami most a crew packben volt benne. Eternal Knight, Chapter 2 Season 3, Fade, Chapter 2 Season 3. Hát ezt igazából most annyira nem tudom, hogy miért vettem meg, de hát na, megvettem. A Midas, na ez jó skin. Ez jó skin. Ezt használtam egy időben egyébként, ezt is elég sokat. Itt van a Predator, ugye. Raz. V. Ezek is mind ilyen, ez azt hiszem, hogy ez is crew pack volt. Ez is crew pack volt, a Galaxia. Aquaman, ez is jó. Ezt is használtam egyébként egy időben. Green Arrow, hát ez annyira nem tetszik, de megkaptuk a crew pack-kel, ugye. Harley Quinn, hát ez mondjuk egész jó. Lara Croft, nem tudom, igazából ez sok embernek tetszik, de nekem annyira nem jön be ez a skin, nem tudom miért. Aztán vannak itt... ugye van ez a Lachlan, Lazar Beam, Lozefruit, Ninja, ezt sokszor szoktam használni, szinte csak ezt használom, amúgy nem tudom miért. Hát jól néz ki, oké, hogy na, így egy kicsit furcsán néz ki, így alapjáraton, de azért ez azért menő szerintem. És kék, meg fekete, meg minden. Szóval, ja, szerintem ez jól néz ki. Amerika kapitány, ezt is használtam egy időben, néha még most is használom. Aztán itt vannak ezek a Marvel-es skinek. Hát nem rossz igazából, ez mondjuk egész jó, de undorító volt, hogy egy egész Battle Pass tele volt rakva ilyenekkel, tehát na. Oké, hogy ha ezek az item shopban lettek volna, ez egy dolog, de így, hogy a Battle Pass tele volt rakva ilyenekkel, hát így. Na, hát nem tudom, mit mondjak erre. Agent Jones, ez mostani Battle Pass, ugye. Azt ezt fogalmam sincs, hogy miért vettem meg. Abszolút nem használom soha szinte, nem tudom miért vettem meg, de hát na. Brutus, nem rossz, szerintem ez amúgy egész jó. Jules, ez is elég jó. Lexa, hát, na, tűrhető. Lambro, na ez mondjuk egész jó skin. Ez a karácsonyi, de nem a 2020 karácsonyi, mármint hogy nem a mostani, hanem az elmúlt karácsonyi skin, szóval Chapter 2 Season 1-es. Marigold, például a menkéket is használtam régebben, és hát, na, régebben, hát előző season-i Battle Pass, szóval most annyira nem régi. Meowskulls, hát ezt ennyire sikerült aranyra megcsináljam, ugye itt minél nagyobb levelt elértél Chapter 2 Season 2-ben, annál jobban bearanyozódtak ezek. Tehát volt a Midas az első, az full arany lett nekem. A második volt a Brutus, azt hiszem, annak az is full arany lett. És van ez a Meowsus, ami pedig ennyire lett arany, ugyanis 201-es levelt értem el, azt hiszem, Chapter 2 Season 2-ben, és ennyire lett arany. 220-ast kellett volna elérjek, hogy ez is teljesen arany legyen. Ocean, ez is egy egész jó skin. Hát Reese, ezt annyira nem használom, nem... Hát nem tudom, nem olyan jó skin szerintem. Sky, hát nem rossz ez sem mondjuk, de ezt sem nagyon szoktam használni. Snowmando, hát... ahhoz képest, hogy ez ingyenes volt, tehát hogy ezt csak úgy megkaptuk karácsonykor, most 2020 karácsonyán. Ahhoz képest egész jó. Aztán van az Intel-es skin, ugye, amit úgy lehetett megszerezni, hogyha volt valakinek egy újabb Intel procia, azt tudta ezt megszerezni.
Ez mostani Battle Pass. Hát ez nem rossz. Ez előző Starter Packer skin, ez szintén karácsonyi ingyenes skin volt. Ez Chapter 2 Season 2-es Starter Packer skin. Metal Team Leader, ez Save the World-ből van meg, vagy hát egy Save the World-os packet vettem meg, és abban ahogy kaptam meg lényegében. Ez is még egy régebbi starter pack volt, ez 2019 karácsonyi skin. Ez is starter pack, azt hiszem, és ezt megvettem. Hát igen, nagyjából ilyennyi skinem van. A backblingek között itt igazából annyira nincs mit nézegetni, ezt itt csak egyszer legörgettem, és így ennyi szerintem. Ilyen mondok talán egy-kettőt, ami egész jó. Hát ugye volt ez a Rocket League-es, nem rossz, de most ezt én annyira nem használnám, mert most, hát hogy néz ki? Na hát most mi ez? Ez a tornak ez a izéje, ez egész jó, mondjuk. Ez is egész jó, ez az FNCS cucc volt, amikor kellett nézni kellett nézni streameket Twitch-en, meg mit tudom én, össze kellett kapcsolni az akkontodat, az Epic Games akkontodat, a Twitch akkontoddal, kellett nézni streameket, és akkor úgy kaptad meg. Karácsony, hát most ennyire el se tetszik, mert hogy kilóg, nézed. Az ilyen laposabb, ami nem olyan nagy területet foglalnak el, mondjuk ha ez egy kicsit lejjebb lenne, nem lenne rossz. Úgyhogy például itt van ez. Hát most ez is túl nagy szerintem, ez mondjuk egész jó. Ez is pászol néhány skinnel. Ezt ugye a Metal Team Leaderhez kaptam. Ezt nem tudom már, hogy kaptam meg, de... kiderült, hogy van ennyi sztálya, és én ezeket nem csináltam meg, nem tudom, hogy kellett volna ezeket megcsinálni, vagy mi volt ez. Fogalmam sincs, hogy ez honnan van meg, Season 9 állítólag, nem tudom, hogy ezt hogy szereztem meg, de hát na. Van még ilyen, van ilyen, aztán, ja, menjünk a csákányokhoz. Na, itt már azért érdekesebb a dolog. Hát, ami tetszik, az mondjuk ez egész jó, ez nagyon jó. Hoppá, nem akartam betenni, nem mindegy most már. Ez tűrhető, ez annyira nem tetszik. Itt ezek közül annyira egyik se tetszik, csak ugye benne volt a bundle-ben. Ez mondjuk egész jó, ez a kontrolleres. Ennek ez a sztálya, amikor ilyen nagy, szóval hogy nem ilyen kétkezes, hanem ilyen nagy csákány, azt tetszik. Utána ez rohadt jó, ezt rohadt jól megcsinálták. Hát mondjuk ez az Amerika kapitány is egész jó, hogy így lehet ütni vele. Ez rohadt jó, ez a csákány, ez rohadt jó. Jó, rohadt jól meg van csinálva. Ez is egész jó. Ennek igen, szintén a nagy változata. Ez egész jó lenne, ha lenne ilyen nagy változata, hogy nem ilyen kettő különböző lenne. Tehát na, tűrhető. Ez mostani... Ezt még meg lehet szerezni jelenleg. Ez ilyen Reboot a Friend challenge-ek voltak, valami ilyesmi, hogy játszál pár barátoddal meccseket. 40 meccset kell játszani összesen, hogy ezt megkapd, meg több rewardot is lehet kapni, de ez az utolsó ott. Hát ez mondjuk azért hát tűrhető, egész jó mondjuk. Deadpool-os csánkány, ez is egész jó. Hát ez annyira nem tetszik, de na, tűrhető. Ez még az, ami egész jó. Ez tetszik, ez nagyon jó. Ez is kifejezetten jó. Én azt mondom, ezt sokat használtam. Emlékszek, hogy ezt sokat használtam, mert ez Chapter 2 Season 1-es, és rohadt jól meg van csinálva. Komolyan mondom, ez rohadt jó. Aztán ezt csak úgy ingyen megkaptuk Chapter 2 Season 3-ban, nem tudom miért, vagy hogy, vagy mint. Beléptem a játékba és megkaptam. Ez a krupekbe volt ugye benne, mostani krupek. Specialist pickaxe, ezt nem tudom már, hogy szereztem meg. Steel Shadow, ez Chapter 2 Season 2-ben kellett valami challenge-eket megcsinálni, azt hiszem, és úgy kaptuk meg. Itt van a Starvent, ugye. Itt van még ez, ennek van ez a piros sztálya, ami szerintem jobban néz ki, mint a full fekete, de jól néz ki mondjuk ez is. Itt van az Intelleskinnek a csákánya, ami szintén egész jó. Hát ez ja, amikor én próbálok csinálni valamit, az általában így szokott kinézni, ja, erről nem is beszéljünk többet.
Hát ez a default pickaxe, de volt egy, ez, pontosan ez. Ez az OG default pickaxe, amit Chapter 2 Season 4-ben megkaptunk. Be lehetett gyűjteni az item shopból ingyen. És be lehetett gyűjteni igazából, és ennyi. Régen ilyen volt a default pickaxe. Van még ez a bananaxe, ez is egész jó. Na nézzük a glidereket. Ez az Interest-kinek a gliderje, ugye abban a setben volt. Beskar, Umbrella, ez is egész jó. Ez Chapter 2 Season 5-ben kellett nyerni egy bizonyos játékmódban egy meccset, és akkor kaptuk meg ezt. Hát itt igazából annyira nincs mit beszélni. Ez a Travis Scott-os koncerten kaptuk meg ezt a glidert. Ez se rossz mondjuk. Ez előző seasonből. Ez Chapter 2 Season 1, mert akkor is volt ilyen Star Wars-os event, vagy valami ilyesmi. Brella, igen, így néz ki a Brellám, ezt mindenki tudta customizálni Chapter 2 Season 3-ban. Hát, na, mondjuk ez tűrhető, de annyira nem néz ki jól, ez mostani season, ugye. Ez mondjuk egész jó, nekem tetszenek az ilyen gliderek, amik ilyen, van egy ilyenje, és így kettő ilyen cucc oldalt, szóval az ilyen stílusúak. Ezek tetszenek nekem valahogy. Mondjuk ez általában az embereknek nem tetszik valamiért, nem tudom miért, de ilyen egyszerűnek néz ki, de azért mégis ki van színezve, meg mégis ilyen több színű. Szóval szerintem ez egész jó. Aztán van itt ilyen base jumper, amit fogalmam sincs. Ja, ez Chapter 2 Season 1 Battle Pass, oké, akkor nem szóltam. Mi van itt még? Tree Fall, vagyis hát Free Pass, de ingyenes volt. Bounty Brella. Ez előző seasoni Victory Glider. Ugye ezek itt már Victory Gliderek. Chapter 2 Season 2 Victory Glider, Chapter 2 Season 3 Victory Glider, Chapter 2 Season 6 Victory Glider. Ez a default glider, azt hiszem. Szóval ezt alapból megkapja a játékos. És ez a Victory Glider, szóval az alap, ami, hogyha nyersz egyet összesen bármikor, akkor ezt megkapod, azt hiszem. Ez az Intelleskinek a glider, amit jelenleg használok. Itt pedig szerintem beteszem ide a Starwendet, mert az volt betéve az előtt. Na nézzük a zuhanó effekteket. Ez Rocket League-es, amit Rocket League-es challenge-ekkel lehetett megcsinálni. Rocket League-ben kellett csinálni challenge-eket, és akkor kaptuk ezt meg. Van egy ilyen karácsonyi, aminek vannak sztájjai, ami egy kicsit bugosan néz ki, mert ez máshogy kéne kinézzen, de na mindegy. Nem szólok bele. Billiards, Chapter 2 Season 1. Hát ezek igazából ilyen Battle Pass-esek nagy része, szóval, hogy hát nem csak nagy része, hanem teljesen. Vagy hát ha nem Battle Pass-esek, akkor challenge-esek, mert item shopban nem szokott lenni glide, vagy azért zuhanó effekt, szóval az itt vannak egész jók. Például ez a biliárdos egész jól néz ki. Ez is egész jól néz ki. A foton is elég jól néz ki. Ezt amúgy használtam, ez tetszik. Ez rohadt jól néz ki. Akkor ez a villámos is nagyon jól néz ki. Ez annyira nem tetszik. Ezt szoktam mostanában használni, ez tökre pászol az ilyen kék skinekkel. Na nézzük a táncokat. Szerintem én most csak a táncokról fogok beszélni, mert most itt tele van nyilván ilyen hülyeségekkel, szóval ilyenekkel, de ezek úgy se érdekelnek senkit, szóval ilyen GG meg ilyesmi. Na nézzük csak a táncokat. Hát van ez a gurulás, mostani Battle Pass. Van ez a, ami bugos egy kicsit, de hogyha nyomok egy play agent, akkor talán. Na, csak sikerült. Ja. Van ez, fogalmam sincs miért vettem meg, de oké, okay, megvan. Van ilyen. Ja, vannak ezek, amikre nem megyek rá, meg copyright strike-ot kapok. Van ez. Van a ninja style, ezt is szoktam mondjuk használni. Van itt még egy pár, amire most nem megyek rá, mert nem akarok copyright strike-ot kapni. Tussi slide, ugye, ez a Tussi slide, ez a pull-up, van ez az ugrás, amit nem tudom miért vettem meg, van ez,
Ez remélem nem copyrightos ez a zene, ami van alatta, de hát na. Boogie Down, ja. Crackdown. Ez is jó. Ó, Springy, na ez rohadt jó. Ez egy jó tánc, azt kell, hogy mondjam. Ez egy Battle Pass-es volt, Chapter 2 Season 2-ben, de ez rohadt jó. Aztán meg itt van egy pár olyan, amit félek, hogyha rámegyek, félek a copyrightoktól. Szóval nem akarok copyright strike-ot kapni, szóval inkább nem megyek rá. Ez is egész jó. Bangra Bugi, remélem, hogy ez nem copyrightos amúgy, de szerintem a Fortnite találta ki a zenéjét, szóval valószínűleg nem copyrightos. Ez is jó, ez rohadt jó, amúgy azt kell, hogy mondjam, ez is, ez a mostani Battle Pass-ben van, tehát tényleg nézzük csak meg. Itt van. Tehát ez rohadt jó. Tehát azt kell, hogy ez, mondjam, hogy ez rohadt jó. Na nézzük meg akkor, hogy mik vannak még itt. Kártya, ami a performance módban egy kicsit érdekesen néz ki. Mint hogyha nyújtana egy sajtot vagy valamit. Hát ja. Krabby. Hoppá, ezt nem akartam betenni. Hoppá, ezt sem akartam betenni, csak valamiért mindig double clickelek, amikor rányomok az egeremre. És hát van rajta, lehet elvileg double clickelni vele, de próbálok így egyet klikkelni csak. Van ez a hoppit, amit amúgy nem tudom miért vettem meg, de ezt most nem rég vettem meg. Van ez. Van ez a mashed potato, ami egyébként egy kicsit lehet, hogy toxic, mert ezzel le tudsz potatózni valakit, hogyha megölsz, de na. Van ez. Jó, erről inkább nem is beszéljünk. Ez amúgy egész jó. Ja, ez egész jó. Hát ja, itt igazából erről most nincs mit mondjak. Verve, ezt is csak úgy ingyen megkaptuk Chapter 2 Season 3-ban. Ez is viszonylag jó. Ez a Windmill Floss, ami hát ja, egész jó. Van ez a Warrior Prepares, ami hát nem tudom igazából, hogy ez miért kéne jó legyen, vagy ez kinek tud tetszeni, de hát na. Ez toxik, ha megölsz valakit, akkor így el tudod seperni onnan. És ezzel tudsz mozogni, ez ugye azért jó. Ez az ugrás, ez is Battle Pass-es, Chapter 2 Season 3. Ez amikor így a 2020-as felirat így lejön, és akkor így fogja magát, kiokasztja, és fúj egy 2021-es lufit. Ja, rohadt jó. Revel, Respect the Peace, Rock, Paper, Scissors, nem tudom, hogy ezt így kell-e kiejteni, remélem így kell. Van ilyen, amikor mutatod valakinek, hogy mekkora kocka. Van ilyen T-pose, meg van itt még egy pár, de hát na most ezeket nem mutatom meg, mert hát na. Itt van az ikonja. Még egyszer végigmegyek az összesen. Ja, ennyi. Wrappek. Na nézzük a wrappeket. Na, talán akkor már nézzük meg a Scar-nál, hogy hogy néz ki, mert itt jobban néz ki. Ez szerintem amúgy egész jó. Ez tetszik még nekem igazából. Ez tetszik. Ez a Deadpool-os. Ez. Ez mondjuk egész tűrhető. Ez a, amikor 2019-ről átváltottunk 2020-ra, akkor kaptuk meg ezt a wrapet ingyen, amit most furcsálok, hogy nem kaptunk 2020-tól 2021-ig, szóval amikor 2021 lett, akkor nem kaptunk ilyet. És hát kaptunk egy ilyet, hogy konfetti, de ennek nem az a neve, New Year 2021. Van egy ilyen, amikor így a szíve így ver az embernek. Ugye ezt is challenge-ekkel lehet megcsinálni. Ez amúgy egész jó, ez is valamilyen challenge-es dolog volt. Henge, hát. Chapter 2 Season 2, amúgy egész jó ez a wrap. Hát van még ilyen The Legend. Hát, ja, meg igazából Snow, ilyen havas cucc valami.
Ilyen full piros. Ilyen lilás valami. Hát ja, azt így ennyi van körülbelül. Hát most igazából annyira más nincs, mit megnézni, mit nézzünk a zenéket talán. Zenéből ennyi van. Amire emlékszek az az, hogy ezt sokáig használtam. Tehát, hogy ezt használtam Chapter 2 Season 1-be, ugye ezt megkaptuk karácsonykor. És ezt még Chapter 2 Season 2 közepén is használtam, ami már március vagy május vagy valami olyasmi lehetett. Tehát már karácsonyból bőven kijöttünk, és ezt én még mindig használtam. Van ez a Freestyling Remix. Meg hát na, most van itt egy pár, de most mit csinálják ezzel? Van ilyen Rocket League-es is, igen. Van ilyen is. Ezt is amúgy sokat használtam. Ja, ez rohadt jó amúgy. Lehet kéne adjak egy kis hangot a zenékre, mert nem hallatszik semmi. Csak így meg az én hangom nem fog hallatszani. Ja, aztán így nagyjából ennyi. Hát most ezeket is mutassam meg, hát itt van. Ja, van itt egy pár, az ennyi. Na, hát akkor szerintem ennyi is lett volna ez a videó. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok!